Munkaügyek. 11 ágazat kap támogatást a minimálbér emeléshez. Változik a szabadságra járó bér számítása is. Szökésben. A pécsi alvilág is keresi a polgármester lányát megtámadó férfit. 5 napja tart a hajtóvadászat. Vérfürdő. 13 embert, köztük egy 2 éves gyermeket végzett ki egy 60 éves férfi Belgrád közelében. A Híradó 21 adását látják itt a Hír Televízióban. Jó estét kívánok! Kifizeti a kormány az első félévi minimálbér emeléshez szükséges összeget 11 nehéz helyzetben lévő ágazat vállalkozásainak. A célra 10 milliárd forintot különítettek el. Változik a távolléti díj számításának módja is. Az új rendszerben már nem attól függ a bér, hogy hány napos hónapban veszi ki a dolgozó a szabadságát. Minimum 3-4-en alkalmazottunk, akinek a bérfejlesztésére ezt tudjuk fordítani. 20 éve működik családi vállalkozásként ez a győri étterem és panzió. A tulajdonos szerint télen alig van bevételük. 30 munkavállalójukból a konyhai segédek és a szobalányok vannak minimálbérre bejelentve. Minden fillér, ami ebbe az ágazatba be tud folyni, támogatásként az nagy segítség, és azt tudja mindenki, hogy a vendéglátóipar az egyik legélő munkaigényesebb ágazat. Nyereségtermelő képessége viszont eléggé kicsi. A minimálbér a tavalyi 93 ezer forintról idén 98 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 108 ezerről 114 ezer forintra emelkedett. A kormány új támogatási rendszerrel segítene azoknak a munkaadóknak, akik nem tudják ezt kigazdálkodni. Az év első felére 11 nehéz helyzetben lévő ágazatban fizetnék ki a béremeléshez szükséges különbözetet a cégeknek. Ehhez 10 milliárd forintot különítettek el a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban. Ez az élelmiszergyártás, a textíliagyártás, ruházati termék gyártása, bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása, fafeldolgozás, bútorgyártás, épületek építése, speciális szaképítés, kiskereskedelem, szálláshelyszolgáltatás, illetve a vendéglátás. Az államtitkár úgy számol, elég lesz a keret akkor is, ha az érintett területek összes munkavállalója, azaz 260 ezer fő után igénylik majd a támogatást a cégek. Pályázni május 31-ig lehet. A támogatás nem csak a bérre, hanem a bérre rakódó járulékokra is adható. Sőt, annak a lehetőségét is megteremtjük, hogy ha időközben kilép létszám és pótolni szeretné a vállalkozás, akkor a pótlólag felvett emberekre is igénybe vehető a támogatás. A munkaadókat a távolléti díjrendszerének változása is érinti. A munkatörvénykönyvének módosítása eltörölné a mostani számítási módot, vagyis azt a rendszert, hogy szabadság esetén a havi munkabért befolyásolja a hónap napjainak száma. Most ugyanis kevesebbet kapott az a munkavállaló, aki a 28 napos februárban ment szabadságra, mint aki a 31 napos márciusban. A módosítás lényege, ahogy az elhangzott, az lenne, hogy havi béres munkavállaló esetén a távolléti díj összege igazodjon az adott hónap általános munkarend szerinti munkanapjának a számához. Ez ugye a gyakorlatban azt jelenti, hogy a távollét esetén a munkabér nem fog változni az adott hónap munkanapjának számától és a távollét időtartamától függően. A szabadságolást ezután úgy kell majd alakítani, hogy a munkavállalók évente legalább 14 napot egybefüggően ki tudjanak venni. Ráígért az MSZP a kormány rezsicsökkentési javaslatára. A tervet korábban ellenző szocialisták most már 15%-kal vinnék lejjebb a tarifákat az átlagfogyasztóknál. Az MSZP kitart a szociális alap létrehozása mellett is, amelyből a szénnel és fával tüzelőket segítenék. Az alapot a magyar villamosművek profitjából töltenék fel. A Fejlesztési Minisztérium államtitkára szerint a szocialisták így az adófizetőkkel fizettetnék meg a rezsicsökkentést, hiszen az állami vállalat profitjának csökkenése miatt kevesebb lenne a költségvetés bevétele. Ehelyett a kormány a nagy szolgáltatók profitjának terhére oldja meg a kérdést. Egyetért a rezsicsökkentéssel az Elmű Émász német igazgatósági tagja. Hans Günther Hogg elismeri, hogy szükség van a lakossági terhek enyhítésére, csak annak módját kifogásolja. Úgy számol, a vállalat a tarifák csökkentése és a szektor terhelő adók miatt idén nem termel profitot. Emiatt már több beruházás elhalasztásáról is döntöttek, illetve azt sem zárják ki, hogy elbocsátások lesznek az ágazatban.
A rezsicsökkentéssel, amelyről a kormány tavaly döntött, egyetértünk, hiszen Magyarországon valóban magasak az energiaköltségek a fizetésekhez képest. De vannak más intézkedések is, például emelték az adókat, a Robin Hood adót 50%-ra, emellett bevezették a közműadót, ezeket pedig nem lehet beépíteni az árakba. Az intézkedések így erősen befolyásolják a mi eredményeinket is. Szándékosan csúsztat Magyarországgal kapcsolatban az Unió igazságügyi biztosa Navracsics Tibor szerint. A közigazgatási és igazságügyi miniszter nyílt levélben kér magyarázatot Vivian Redingtől a Népszavának adott interjúja miatt. A tárcavezető az írgázoló ügyében nem is számít már segítségre a biztostól. Francis Tobin 2000-ben gázolt halálra Leányfalun két kisgyermeket, ám hiába ítélte el a magyar bíróság, a férfi nem vonult börtönbe. Navracsics Tibor azt mondta, a magyar kormány nyomás gyakorlása után az ügyben fordulat állt be. Tobin a közeljövőben Magyarországon kezdheti meg büntetése letöltését. Itt már annyi kellemetlen és negatív fordulat volt, hogy természetesen most is vannak félelmeim, de én úgy gondolom, hogy ameddig hivatalban vagyok, addig a Tobin úgy nyugodni nem fog, és Tobin sem fog nyugodni. Én addig őt újra és újra próbálom arra rákényszeríteni, hogy most már minden eszköz rendelkezésre áll, minden úgy van, ahogyan ő akarja, jöjjön Magyarországra és kezdje meg a büntetés letöltését. Az ügyben hiába fordult az Unió igazságügyi biztosához Magyarország. Vivian Redding válaszra sem méltatta a magyar hatóságokat, sőt, korábban a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak azt mondta, a magyar igazságszolgáltatás nem független, így érthető a jogerősen elítélt bűnelkövetőt Írország nem adja át a magyar hatóságoknak. Az uniós biztost az sem zavarta, hogy Tobint 2002-ben az előző kormány ideje alatt ítélte el a magyar bíróság. Nekem személy szerint a bizalmam alapvetően ingott meg Redding asszonyt illetően. A Népszavának adott interjúja miatt is magyarázatot vár Navracsics Tibor Vivian Reddingtől. Nyílt levélben arra kéri, nyilatkozatai előtt ellenőrizze a tényeket. A biztos ugyanis összefüggésbe hozta az Európai Bíróság határozatát a bírák korai nyugdíjazásáról a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének állítólagos csorbulásával. Redding asszony meglehetősen, részrehajló most már, ez nyilvánvaló, elfogult Magyarországgal szemben. Egy politikai szerepet kezdett játszani, amit egy biztos szerintem nem tehet meg. Egy biztos nem teheti azt meg, hogy egyetlen tagállamot kiszúr magának, és bármilyen téma kerül szóba, ezt elő vagy utóbb Magyarországra kanyarítja. A Hír TV hiába kereste Vivian Reddinget, az uniós biztos szóvivőjén keresztül annyit üzen, nem kíván nyilatkozni. Azonosította a rendőrség Király Tamás divat tervező gyilkosát. Nem sokára megmutatjuk az elkövető, a feltételezett elkövető fotóját, előtte azonban nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Terelés. A diplomaták után a külföldi turistákat is felszólította Észak-Korea, hogy hagyják el Dél-Koreát. Az első rakétatámadást holnapra ígérte Fennyán. Több mint 130 milliárd forint jogtalanul kifizetett pénzt szerzett vissza az államnak az elmúlt években a kormányzati ellenőrzési hivatal és a volt elszámoltatási kormánybiztos. Több ügy még csak most került bírósági szakba. A Gyurcsány és a Bajnai kormányok alatti visszaélésekről ma újabb kötent jelent meg. A balliberális kormányok botrányai egy kötetben. A sukorói telekcsere, a cúslág és a viszkis dobozügy, a Bajnai Gordonhoz kapcsolható Dataplex és a moszkvai kereskedelmi képviselet eladása. A legnagyobb ügyeket foglalta össze a szerző, de megemlíti az MTV és a Posta székház eladását, a Shanghai világkiállítás, illetve a gömböc milliárdos kárt okozó gyanús történeteit is. Tehát nem volt olyan szelete ennek a 8 évnek, a kormányzati munkának, a mezőgazdaságtól a kultúráig, a gazdaságfejlesztéstől az Európai Uniós források lehívásaig, amelyet ne érintett volna valamilyen módon a korrupció, a pénzlenyúlás, a lopás, csalás, hazudozás. A bemutatón Néző László azt mondta, újságíróként naponta szembesült azzal, hogy vándoroltak közpénzek magánzsebbe. Viszonylag kevés ismerete van az embereknek erről, azt gondolom, ezért elégedettenek az elszámoltatással, de hát ez a folyamat nem zárult le, ez folyik, rengeteg ügyben van még nyomozás, rengeteg ügyben történt feljelentés, néhány ügyben van vádemelés, és még kevesebb ügy már bírósági szakba jutott, előbb-utóbb majd lezárul.
Néző László felhasználta a kormányzati ellenőrzési hivatal és a volt elszámoltatási kormány biztos által feltárt dokumentumokat. Budai Gyula hivatala az elmúlt években majdnem 1500 ügyet vizsgált meg, és több mint 61 feljelentést tett. Az ügyészség eddig 7 alkalommal emelt vádat, összesen 39 ember ellen. A politikus elégedett, mert majdnem 100 milliárd forintot szereztek vissza az államnak. Én is értetlenül álltam, amikor Gyurcsány Ferenccel szemben nem történt meg a vádemelés. Miközben, amikor mi lefolytattuk a vizsgálatot, egyértelműen olyan bizonyítékokat tettünk le az ügyészségnek, amely alapján Gyurcsány Ferenc felelőssége nem csak a megalapozott gyanú tekintetében volt megalapítható, hanem azt gondolom, hogy ez vádra is alkalmas volt. A KEHI is több mint 80 ügyben tett büntető feljelentést. 78 esetben elrendelték a nyomozást a hatóságok. Egy egyszerű pénz visszakövetelése néha nem is olyan egyszerű, hiába tárjuk föl, de mondjuk 5 évnél régebbi ez az ügylet, akkor ugye a PTK elévülési szabályai miatt ezt már nem tudjuk visszakövetelni, bármennyire is fájó, és látjuk, hogy igazán nem volt érte a másik oldalon teljesítés, tehát teljesítés nélkül jutott valaki pénzhez. Majd egy büntető eljárás végén esetleg lehet ezt a polgári jogi igényt érvényesíteni, de az sajnos hosszú évek, mire odáig eljutunk. A KEHI eddig 35 milliárd forintnyi jogtalan kifizetést szerzett vissza. Drágább lesz a taxizás szeptembertől, de megszűnik a különbség az éjszakai és a nappali árak között. A fővárosi közgyűlés elfogadta az új rendeletet. A taxik sárgák lesznek és 10 évnél fiatalabbak. Fix tarifa, egyenlő rend. Ilyen feliratú táblákkal hallgatták végig a hétfőn demonstráló taxisok a fővárosi közgyűlés vitáját. A rendelet a jelenlegi 300 forint helyett 450 forintos alapdíjjal, 280 forintos kilométerdíjjal és 70 forintos percdíjjal rögzíti az egységes árakat, de meghatározza a gépjárművek műszaki állapotát és a köbcentit is. Így néznek majd ki az autók, maximum 10 évesek lehetnek, légkondicionálónak és bankkártya leolvasónak is kell lenni benne. A szabályozással csak a Jobbik értett egyet, a szocialisták tiltakoztak. Azt történhetett itt, hogy főpolgármester úr kiment kétszer New Yorkba, beleszeretett az ottani képbe, amit látott mondjuk például a Fifth Avenue környékén. Azaz örömünk van legalább, hogy mondjuk jó, hogy nem Brazíliába ment ki, vagy még ennél is rosszabb Indiába, mert akkor riksákat kellene itt bevezetnünk, esetleg is közmunkások húzhatnák. Megértem az indulatát, hiszen nem zárható ki, hogy most megszületik valaminek a megoldása, amire ön most elég brutális kritikát alkot, de ne felejts el, hogy volt 16-20 évük rá, hogy ezt a problémát rendezzék, és nem tették meg. Elég idejük volt rá. Molnár Gyula nem csak a szabályozást bírálta, a taxis érdekvédőket is sértegette. Nyilván nagyon várjuk, már meg is lett szólítva Heavy Metal, aki majd gondolom megint harcos módon elő fog itt állni, és az asztalt csapkodva el fogja mondani azt, hogy ő képviseli a taxisok érdekét. A taxisokat megosztja a rendelet, érdekvédelmi szervezetük azonban egyetért az új szabályozással. Mindenki ezt kérte, még azok is, akik a múltkor, illetve az előző percekben itt felszólaltak, mert addig, amíg a rend pártján álltunk, és rendet szerettünk volna, létszámot szerettünk volna szabályozni, ellenőrzést szerettünk volna bevezetni, és nem utolsó sorban a rögzített hatóságjárat. Érdekes módon mindenki támogatott bennünket. A rendeletet végül 19 igen szavazattal fogadta el a fővárosi közgyűlés. Az új szabályozás 2013. szeptemberében lép életbe. Aki addig nem tudja átalakítani a taxiját, haladékot kap. 2015. július 15-ig használhatja az autóját, ha az 10 évnél fiatalabb. Senkit sem kell felelősségre vonni a márciusi hóhelyzet kezelése miatt, a belügyminiszter szerint. Pintér Sándor erről az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén beszélt, ahol a tárca jelentését tárgyalták. A szocialisták a szabálysértési törvényben büntetnék azokat a sofőröket, akik katasztrófa helyzethez vezető torlódásokat okoznak. Március 14-e az M7-es autópálya. És másnap az M1-es stráda. Így néztek ki a hóvihar után az utak. Több száz autót zárt el a rendkívüli időjárás. Volt, aki 24 órát vesztegelt kocsijában. Senki nem sérült meg, senki nem ült ki, és élet
nem került sehol olyan veszélybe, amit ne tudtunk volna elhárítani. A belügyminisztérium összesítése szerint 14 ezer bajba jutott emberen kellett segíteni. Összefoglalva azokat az erőket, eszközöket, amelyek rendelkezésünkre álltak, sikerült megfelelő hatékonysággal szervezni, és a lehető leggyorsabban kiszabadítani az elzárt településeket, lehető leggyorsabban felszabadítani a járhatatlan utakat, és külön szeretném kihangsúlyozni az áramszolgáltatás helyreállításában végzett szerepünket. Pintér Sándor egy felmérésből is idézett, amely szerint a többség jónak vagy elfogadhatónak ítélte a hatóságok munkáját. A szocialisták vizsgálóbizottság létrehozását javasolták. Egy törvényjavaslattal pedig az autósokat is büntetnék hasonló helyzetben, a jogosítvány elvonásával. Akik okozzák vétkesen az ilyen esetekben a dugót és a mentéseket megakadályozzák, azokkal szemben a lehető legnagyobb szigorral kell eljárni. A belügyminiszterem mégis korábbi nyilatkozatát kérték számon a szocialisták, amiben a tárcavezető felelőtlenséggel vádolta a hóban rekedt autósokat. Amikor erről a TV nyilatkozatról beszél, szeretném a különbséget felvetni. Ön a stúdióban ült, én a helyszínen voltam. Tehát ennyi az alapvető különbség. A Jobbik hiányosnak tartja a jelentést és felelősségre vonást sürget. A testület fideszes elnöke pedig a 7 évvel ezelőtti eseményekre emlékeztette a szocialistákat. Le kellett volna mondania a kormányzat illetékes szerveinek akkor az augusztus 20-ai tűzijátékot. Most ez ebben az irányítási rendszerben, március 15-én az állami rendezvények tekintetében megtörtént. A testület végül támogatta a belügyminiszter jelentését. Méltánytalan egy olyan rendvédelmi ágazattal szembeni brutális és totális támadást megindítani, amely rendvédelmi ágazat dolgozói közül több tízezren vettek részt a hóban rekedt emberek mentésében. Éppen ezért azon túl, hogy méltánytalan politikai támadásnak véljük az ellenzék véleményét. A bizottság támogatta azt a javaslatot is, amely szigorúbban büntetni azokat, akik katasztrófa helyzetben például kábelt lopnak, és így veszélyeztetik a mentési munkálatokat. 2400 kilométerre csökkent az árvízvédelmi töltéseken lévő készültség hossza, de 600 kilométeren még mindig harmadfokú a készültség. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő hetekben is tartós árvizekre kell számítani, ezért arra kérik az érintett területeken található önkormányzatokat, hogy tekintsék át saját vízkár elhárítási terveiket, és határozzák meg az árhullám elleni szükséges intézkedéseket. A rendőrség a pályaudvarokon és a városban, az alvilág pedig az erdőkben keresi Nyerges Zoltánt, a pécsi polgármester lányának támadóját. A férfi 5 napja van szökésben. A legfrissebbekkel Rétli Balázs jelentkezik Pécsről. Szervusz Balázs, mik a legfrissebb információ? Szervusz, jó estét kívánok! A pécsi rendőrkapitányság épülete elől jelentkezem, ahol jelenleg csend van. A városban azonban továbbra is érezhetően nagyobb a rendőri jelenlét. Kollégáimmal nem sokkal ezelőtt a tegnapi rendőri rajtaütés helyszínén a Magyar-Ürögi úton forgattunk. Ez kicsit kijebb van, távolabb a külváros irányába. Ez az az utca, ahol Nyerges Zoltán testvére lakik, illetve ide vonultak ki tegnap az egyenruhások. Azonban a rendőrség szóvivője azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy pontosan a mai akcióra miért volt szükség. Kollégámmal mi annyit láttunk, hogy elhaladt 5 darab nagysebességgel hajtó rendőrautó. A szirénájukat nem használták, azonban a fények villogtak, és nyilvánvalóan mentek valamilyen irányba. Arról egyelőre nincsen információnk, hogy pontosan milyen rendőri akció történt. Az egyenruhások azonban az elmúlt napokban több mint 100 bejelentést kaptak. Ezeket egyenként kivizsgálják, nyilván felkeresik a családtagokat, a barátokat, vagy az egykori börtöntársakat is, a munkában pedig a polgárőrök, illetve a terrorelhárítás szakemberei is részt vesznek. Kollégáimmal egész nap a városban forgattunk. Gyakorlatilag mindenki hallott arról, hogy mi történt a polgármester lányával. A pályaudvarokon, illetve hát a busz megállókban érezhetően nagyobb a rendőri jelenlét, és a városban jobban fogynak az önvédelmi szerkezetek, önvédelmi eszközök. Kollégám Szilágyi Jenő összefoglalója következik. Az autóbusz pályaudvarokon és vasútállomásokon is Nyerges Zoltán képét mutogatják a járókelőknek a rendőrök. Így próbálnak információhoz jutni, hogy merre menekül a férfi. Van, aki felismerte Páva Zsolt lányának támadóját.
kapusznis valami volt rajta, és így eltakarta így a homlokát, de utána egy a tévét megkérdezni is nem volt. Én nem, mert nem tudtam, hogy ő az, és ez pénteken este történt. A férfit nem csak a rendőrség, de az alvilági körök is keresik. A stábunknak nyilatkozó férfi nemrég szabadult 10 éves börtönbüntetéséből. Arcát azt kérte, nem mutassuk. Azt mondja, olyan információik vannak Nyergesről, amelyet nem akarnak a rendőrséggel megosztani. Ha ők találják meg előbb, a roma szokások szerint járnak el vele. Roma önkéntesek keresik ezt az illetőt, és azért keresünk ezt az illetőt, mert mi is elítéljük ezt a bűncselekményt, és mi szeretnék a hatóságnak a kezére átadni. Nyerges Zoltánt több százan keresik, egyelőre hiába. A terror elhárítók is a városban vannak. A magánszemélynek, amivel meg tudja védeni magát, különböző gázspré, hangspré és a gázriasztó pisztolyok. A támadás óta megnőtt a pécsi fegyverboltok forgalma. A vásárlók önvédelmi eszközöket keresnek. Ilyenkor rohamosan emelkedik sajnos a vásárlás. Ma délelőtt például 8 vagy 10 gázsprét adtunk el. Szinte mind fiatalok érdeklődtek, tehát egyetemisták, és egy-két hölgy, akik később időpontokba járnak a munkahelyükről haza, ők ilyenkor keresik ezeket a termékeket. Nyerges Zoltán 5 napja van szökésben, nemzetközi elfogató parancsot még nem adott ki a rendőrség. Csütörtökön egyébként egy felvonulás is lesz majd itt Pécset. A résztvevők nem messze innen a belvárosban, a Széchenyi téren gyülekeznek majd. Majd átvonulnak ide a rendőrkapitányság épületéhez. Az összejövetelt a Facebookon szervezik. Azt írják, hogy félnek, közbiztonságot szeretnének, és szeretnének félelem nélkül kilépni az utcára. Mondják tehát a szervezők mindez 17 órakor majd csütörtökön. A hajszat tehát tovább folytatódik. Egyelőre ennyit Pécsről. A szó most ismét Budapesté. Balázs, köszönjük szépen az egész napi munkát! Azonosította a rendőrség Király Tamás nemzetközileg elismert divattervező gyilkosát is. A képen látható Lakatos Józsefet azzal gyanúsítják, hogy vasárnap hajnalban olyan súlyosan megverte a 60 éves férfit, hogy az a helyszínen meghalt. A rendőrség egyelőre keresi a feltételezett elkövetőt. A hatóság azt kéri, hogy aki felismeri, azonnal jelentkezzen. Jogerősen életfogytiglani börtönt kapott a férjét brutálisan meggyilkoló berettyóújfalui asszony. A férfi el akarta hagyni, ezért a nő először mérgezni kezdte, majd leszúrta és felgyújtotta. A fejlesztő pedagógus nő 5 évig élt együtt férjével. Házasságuk ideje alatt egyikük sem volt hűséges. A férfi végül el akarta hagyni, de a nő ebben nem tudott belenyugodni. Napokon keresztül altatókat kevert az ételébe, majd miután a férfi legyengült, egy késsel megszurkálta, leöntötte gázolajjal és felgyújtotta. A férfi menekülni próbált, a fürdőszobáig jutott, de már nem tudta megnyitni a csapot. Ugyanis az akrél fürdőkád, amiben beleült, ez olyan intenzitással kezdett el égni, illetve bomlásnak indult, hogy 1000 Celsius fok égési égő hatás keletkezett, amelynek következtében a sértett az égési sok miatt elhalálozott. A nő ezután kiszellőztette, majd kitakarította a lakást. Az asszony végig tagadta tettét, először azt mondta, hogy más ölte meg a férjét, majd azt, hogy a férfi öngyilkos lett. Az előre elterveltséget zárja ki véleményem szerint, nem tüntettem el bűnjeleket, hiszen akkor például a kanakupakját is visszatettem volna az eredeti helyére, eltüntethettem volna a gyufaszálakat, vagy a szemetes zsákokat is más kukákba hordhattam volna szét. A vádban megfogalmazottak messze menően életszerűtlenek, és még egy laikus szemlélő számára is némi tényismeret mellett az előre elterveltség hiányát feltételezik. Egy előre eltervelt bűncselekmény elkövetése után bizonyára nem ülnék a feltételezett bűnjelek és a holttest mellett órákon át. Az ítélőtábla végül előre kitervelten, különös kegyetlenséggel végrehajtott emberölés büntettében mondta ki bűnösnek a 30 éves nőt, és életfogytig tartó börtönre ítélte. Tűzhalál az egyik legkegyetlenebb halál, a legfájdalmasabb halál. Ez az a halál, amelyet, hogyha, ahogy a tűzszakértő is mondta, hogyha az ember saját maga öngyilkos akar lenni és elköveti, még a halál előtt menekülni próbál belőle, ezért van sajnos az, hogy látjuk időközönként, magukat gyújtják föl, hogy szaladgálnak, mert hogy olyan fájdalmat éreznek.
Az Alkotmánybíróság 1990-ben eltörölte Magyarországon a halálbüntetést, ez a két minősítő körülmény, ezt csak jelzésképpen szeretném mondani, olyan, ami a korábbi büntető törvénykönyv szerint akár halálbüntetéssel is járhatna. A nő legkorábban 35 év múlva szabadulhat. 13 embert, köztük egy 2 éves kisgyermeket ölt meg egy férfi a Belgrádtól délre fekvő Mladenovac közelében. Először fiával végzett, majd a feleségére támadt, később pedig szomszédait és rokonait lőtte le. A 60 éves elmokfutó korábban harcolt a délszláv háborúban. Sokkolták a Belgrádtól délre fekvő Velika Ivancsa település lakosait a hajnali események. Ebben a házban lőtte le fiát a 60 éves férfi, majd a feleségére támadt. A támadó ezután a szomszédos házakba is lövöldözni kezdett, végül pedig magával is végezni próbált. Összesen 13 ember halt bele sérüléseibe, két személy életéért még küzdenek az orvosok. A baleseti sürgősségi központ információi szerint a sérültek egyike maga az elkövető, másik a felesége, mindkettőjük állapota válságos. A tragédia a falu szélén történt, így többnyire rokonok laknak egymás mellett. Az álmokfutó így feltűnés nélkül bemehetett bármelyik épületbe. Éppen teért mentem, amikor megláttam ezt a fényképen is szereplő fiút, Jesicset, ott feküdt halottan, emlékszik vissza egy szemtanú. Szomszédai a férfit becsületes, segítőkész embernek ismerték. Volt, aki hétfőn is találkozott vele, de semmi különöset nem vett észre rajta. Jó ember volt, bárkinek ajtót nyitott, és mindenkinek segített a környéken. Senkit sem utasított el, bárki becsöngethetett hozzá. Aztán mégis megölte az embereket. Szerb lapinformációk szerint az elkövető a 90-es években harcolt Szlavóniában, 2 éve munkanélküli. A támadónak 1981 óta volt fegyverviselési engedélye. A gyilkosságokat egy szerb gyártmányú pisztolya követte el. A helyi média szerint az elmúlt években is volt hasonló támadás az országban, de a mostani mészállás az elmúlt évtized legsúlyosabb vérengzése. Erős földrengés volt egy iráni atomerőmű közelében. A 6,3-es erősségű földmozgásban nem sérült meg a reaktor, de a rengés következtében 37-en meghaltak. Az első rengést 5 gyengébb is követte. A földmozgást érezték Abu Dhabiban és Bahreinben is. A diplomaták után a külföldi turistáknak is azt tanácsolja Észak-Korea, hogy hagyják el Dél-Koreát saját biztonságuk érdekében. A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója Lukács Csaba szerint Szöulban egyelőre nincs pánik, pedig az első rakéta kilövését holnapra ígérte Pjongjang. Patriot rakéták a tokiói Védelmi Minisztérium épülete mellett. A Szigetország kormánya azután telepítette a védelmi rendszert a fővárosba, hogy Észak-Korea közepes hatótávolságú rakétákat állított keleti partvidékére. Ezekkel akár Japánt is elérhetik. Minden szükséges lépést megteszünk a japán emberek biztonsága érdekében. Pjongjang közben az Észak-Koreában dolgozó diplomaták után már a Dél-Koreában tartózkodó külföldieknek is azt tanácsolja, menjenek haza. Minden külföldi állampolgárt, beleértve a turistákat és a vállalatok dolgozóit is arra szólítunk fel, hogy saját biztonságuk érdekében hagyják el Szöult és Dél-Koreát. A Magyar Nemzet kiküldött tudósítója szerint ennek ellenére nincs pánik hangulat Szöulban. A mögöttem álló gépek már leszolgálták a maguk idejét a koreai háború idején, de lehet, hogy rövidesen szükség lesz új amerikai és új dél-koreai gépekre. Szöul legbiztonságosabb helyén állok, hiszen velem szemben a Honvédelmi Minisztérium, tőlem balra pedig az amerikai támaszpont főhadiszállása van, de egyelőre pániknak nyomát nem látni, a városban semmiféle készültség nincs a háborúra. A kint lévő magyarok sem akarnak egyelőre hazatérni. Dél-Korea budapesti nagykövetével tartott sajtótájékoztatóján Martonyi János külügyminiszter azt mondta, a nyugalom a legjobb válasz az észak-koreai fenyegetésekre. Mi alapvetően a provokáció sorozatot egy pszichológiai, egy lélektani hadviselésnek tekintjük, aminek a célja a riadalomkeltés, a nyugtalanság keltése, a feszültség érezése. Hogy kell erre válaszolni? Hogyha egyébként ez a művelet célja, ennek az észak-koreai provokáció sorozatnak ez a célja. Ha ennek a célja a riadalomkeltés, akkor a legjobb válasz a higgadság, a nyugalom. Nem szabad engedni a provokációknak. Ami persze nem zárja ki az egyértelmű, határozott, világos szavak használatát. A külügyminisztérium egyelőre Észak-Koreában nem ajánlja az utazást.
Dél-Koreával kapcsolatban semmilyen korlátozást nem javasolnak. Felkészültünk a legrosszabb forgatókönyvre, amelyhez Észak-Korea elhibázott számításai vezethetnek. Az átlagos koreai azonban elég bölcs ahhoz, hogy ne hassanak rá az északi provokációk, és mindent úgy csinál, mint eddig. Korábban az első rakétatámadást szerdára ígérte Fennyen. Pécset tudott nyerni a Kaposvár a labdarúgó NB1-ben. A rossz idő miatt elmaradt 20. forduló ma bepótolt mérkőzésén a kaposváriak 2-0-ra győztek. Az Eger-Paks találkozó 2-2-es döntetlennel ért véget. A vendégek két gólos hátrányból tudtak pontot menteni. A híradó végén fontosabb témáink még egyszer. 11 ágazat kap támogatást a minimálbér emeléshez, változik a szabadságra járó bér számítása is. A pécsi alvilág is keresi a polgármester lányát megtámadó férfit, 5 napja tart a hajtóvadászat. És 13 embert, köztük egy 2 éves gyermeket végzett ki egy 60 éves férfi Belgrád közelében. További információkkal legközelebb fél óra múlva 22 órakor várom Önöket, szép estét!